Ha a szeptember, akkor szinte garantált, hogy fellobban Szexárd központjában a szeretet lángja. A 2000-es évek elejétől számítva az épek és fogyatékosok találkozásának a szolidaritás érzés elmélyítésének rendezvénye ez, amely az utóbbi évtizedben a szexárdi születi napok egyik felvezető kísérő rendezvényévé lett. 9 évvel ezelőtt, amikor már a láng kialudó félben volt, a Tolna megyei Vakok és Gyengéllátók Egyesülete vette kézbe a rendezvényt, ami nívós kis kulturális eseményén nőtte ki magát. Kitűnő fogyatékkal élő, legfőképpen látássérült vak énekesek, zenészek közreműködésével. Összességében most már 16-szor történt a szervezés a szeretet lángjának, és nagyon fontos, hogy magunkra irányítsuk a figyelmet ilyenkor is, mint más programokkal és rendezvényekkel, jobban odafigyeljenek az emberek ránk, és azért is járunk érzékenyítő órákat is tartani, és olyan foglalkozásokat, ahol megismerhetnek bennünket, hogy tudják az emberek, hogy kik vagyunk, hogy lehet nekünk segíteni, és mi is hol helyezkedünk el a társadalomban. A szolidaritás igen szép példája volt, amikor az ismert fellépőnek számító, Tamásiból érkező Rákóczi Szilvia énekest, az ismert, nem fogyatékos zenész Gáti László kísérte billentyű. Én már többször hallottam őt zenélni, és nagyon megtetszett, ahogy zenél. Ő is hallott engem, és tulajdonképpen így. A szólisták után a Babis Mihály Művelődési Központ főbejárata előtt fellépett még a Medina Tambura zenekar és a Bartina zenekar is.